Sokára indulunk, csak még Misike visszatértek és reggeli alvásához. Bogi meg elmegy fürdeni, megkészülni, és azt hiszem, ez nekem sem ártana szerintem. Úgyhogy nem sokára elindulunk, és elmegyünk ide-oda kicsit mászkálni. Indulás! Wee! Misi! Misika, hova megyünk? Hát, ez a kedvenc kávézunk, úgyhogy most oda el kell mennünk, mert nem voltunk körülbelül 3 hónapja. De reméljük, hogy van kiszáll, vagy hogy mondják ezt? Hát ilyen, ja, elviterre, igen. Ó, basszus, itt volt egy tök jó hely. Mindegy, ez is jó, hova álltunk. Nagyon nagy krízis helyzet van, mert megérkeztünk Bogi kedvenc táskaboltjához. És igen, látjuk. Jó, észrevette. Bogi kedvenc táskaboltjához érkeztünk. De amúgy azt akartam mondani, hogy most itt azért Himeji-ben vannak kint emberek, de állítólag Osakában marha sokan vannak. Most bevonjunk egy ilyen bevásárló központba végül is. De annyian nagyon királyság, hogy mindenki, de mindenki maszkot visel. Tehát itt még egy belső központ nem látom, hogy nem viselt volna valaki maszkot, úgyhogy reméljük, hogy emiatt egy kicsit biztonságosabb, mint mondjuk, mit tudom én, otthon, vagy valahol máshol. Mi is már 1000 éve nem voltunk kint, úgyhogy örülök, hogy egy kicsit kijutottunk. Bár eléggé le vagyunk korlátozva, ugye egy azért kisbabával kicsit kevesebb helyre tudunk menni, meg kevesebb ideig tudunk itt lenni, meg ott lenni. De nagyon örülünk így is, és még annak is örülünk, hogy nincs olyan eszméletlen meleg. Jaj, hál' Istennek! Tűrhető. Most van az esős időszak, a cű, és most ezen a hétvégén annyira jó idő van. És most van zöld lámpa. Úgyhogy megyünk. Úgyhogy most ezen a hétvégén igen, még légkondicsa használunk, tök jó, minden ki van nyitva, átfúj a szél. Sőt, éjszaka én még fázni is szoktam, mert már csak, mi ez? Hogy mindjárt ezt, egy nemű vagy mi az, ilyen húzattal alszom, azaz takaró húzattal alszom már csak. Úgyhogy azzal még fázni is szoktam. És most egy kicsit sétálgatunk itt az utcán, ez teljesen random, nem kapcsolódik semmihez. Egy kicsit itt sétálgatunk az utcán, jól érezzük magunkat, örülünk a friss szabad levegőnek, főleg Bogi, mert én még ugye kiszoktam menni, de ő már nem nagyon, mert már nagyon öreg szegény. Aha, nagyon öreg vagyok. Annyira, amúgy nagyon durva, de már évek óta, már több mint 6-7 éve. Öreg vagy. Nem, de őszül a hajam nagyon durva, és pláne most, hogy ugye nem volt befestve Misike miatt, így még jobban látszik, eléggé le van nőve a hajam, és kb. Így innentől kezdődik a festés. És gondoltam, hogy Misike megszületik, elmegyek hajat festetni, de hát ugye, bum, vírus, nem.
Úgyhogy ez még mindig várat magára, úgyhogy addig nyannyerkedek. Amit gondolom, látjátok ti is, hogy az utcákon azért nincsen sok ember egyenlőre, meg mindenki maszkot visel, mint az állat. Úgyhogy szerintem tök oké, hogy kijöttünk, és ráadásul ugye, mint a másik videóban mondtam, hogy már egy hónapja nincsen fertőzés itt Himeji-ben, vagy a Hyogo prefektúrában. Úgyhogy szerintem tök oké, hogy kijöttünk, nagyon örülök, és hát kicsit így uncsi, hogy ennyire kevés az ember, jobb lenne, hogyha többen lennének, de persze más szempontból nem lenne jobb. De mindegy, mi így is élvezzük az utat. Nagy divat a zöld tejás, jégkrém vagy fagyi. Ezt nagyon szeretik itt a helyiek. Meg ugye egyébként amúgy mi is. Ezt még sose láttam, de ennek a mozaik tégláknak, vagy alul mozaik járólapoknak, járóköveknek a Himeji vár van rajta, gyere csak innen. Jé. Yeah. Én azt hittem, hogy ez csak valamilyen Minecraft-es cucc. Tényleg, ez a Himeji vár Minecraft változata. Hát úgy néz ki, Japánban már több évtizeddel ezelőtt is ment a Minecraft. Wow, Bogi, micsoda felfedezés. Teljesen vélet. Szemüveg nélkül. Lehet, hogy azért vetted észre. Pont így lett szemüveg nélkül minden. Egyébként volt egy másik nagyon-nagyon titkos célja is annak, hogy eljöttünk ide. Ugyanis láttunk a neten egy ilyen szuper kávézó, pékséges akármicsodát, amit én úgy tudom, hogy külföldiek csinálnak itt a Bevásárló utcán, de nem vagyok benne ebben 100%-ig biztos, de az a neve, hogy Pamela Café? Vagy Café Szól, nem tudjuk, de igazából úgy van, hogy két kávézó egymás mellett, de igazából nekünk ez mindegy is, meg már kávét ugye ittunk, nem is erről lenne szó, csak meg akarnánk nézni, hogy egyáltalán hogy néz ki, és lehet, hogy mit tudom én, eszünk valami szendót vagy ilyesmit, mert most már tulajdonképpen bőven elmúlt ebédidő, és mi csak reggelit ettünk. És ráadásul azt láttam az Instagramon, azt hiszem, vagy hol volt, hogy ilyen nagyon szép belső kertje van, és oda is be lehet ülni. Kicsit benfentes info, de benne, miközben ettünk, szegény Misikének sikerült be trottyolnia. Úgyhogy most elmegyünk, itt van közelben egy ilyen bevásárlóközpont, vagy nem is tudom micsoda. És ott van egyből egy nagyon szuper WC, amit már ismerünk. Úgyhogy elmegyünk, hogy gyorsan kicseréljük neki a peluskát. Aztán utána szépen szerintem lassan elindulunk az, mert most már kim vagyunk egy hát, talán másfél-két órája. Úgyhogy Misikének most már itt az ideje hazamenni. Kicsit lagymatag volt ez a mai nap, de nekünk ez az elmúlt két hónap otthonülés után már ez is egy kis felüdülés volt, hogy kijöttünk. Igen, és köszönjük, hogy kijöttetek velünk. Nagy túra, igen. Igen, nekünk ez már nagy túra volt. Misinek meg főleg, mert szerintem talán ez volt életében az egyik legnagyobb túra. Reméljük, hogy nem tortúra, igen. És köszönjük, hogy velünk voltatok, és minden jót nektek, és reméljük, hogy ti is tudtok egy kicsit már a szabadban mászkálni. Sziasztok! Találkozunk legközelebb! Bye!